Sziasztok, Szívó Zoli vagyok, az Önbizalom Konferencia egyik előadója. Éppen az előadásban dolgozom jelenleg itthon, és gondoltam beköszönök nektek. És elmondom nagyjából, hogy miről lesz szó, hogy aki eddig kicsit tanakodott, az most ne tanakodjon tovább, hanem tényleg jöjjön el. A vendégeim mind az aerobik órákon, mind a személyi edzésemen, mind az edzőtáboraimban 90%-ban nők. Több mint 4 éve dolgozom már 90%-ban nőkkel, tehát elég sokat tudok már rólatok. És úgy gondolom, ez az arány azt mutatja, hogy a nők sokkal kitartóbbak, sokkal keményebbek, sokkal később adják fel, tovább járnak, több életet vásárolnak a fitness termekben, és én azt vettem észre, és sokkal jobban így a céljukon vannak. De vajon miért? Rengeteg elvárást támasztunk irányukban, mert azért nem húzom ki magamat, én is férfi vagyok. És érdekes, hogy nem is sminkészletet árulok, nem szilikon melleket, vagy mit tudom én, mit, műhajat, és mégis 90%-ban nők járnak hozzám. 90%-ban a nők izzadnak, küzdenek, harcolnak az óráimon, és tesznek meg mindent azért, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Konkrétan elvárások. De ez nem csak ez, hogy most jó alakom legyen, vagy jó alakjuk legyen a csajoknak, legyenek eszméletlen jók a konyhában, legyenek jók a társaságban, legyenek viccesek, legyenek a központban is jók, legyenek a háttérben meghúzódva is jók, építsenek karriert mellette, legyenek otthon eszméletlen jó anyák, stb. Jézus Mária! Hát ha én most egy 35, mit tudom, ilyen 35 éves nő lennék, konkrétan ez lenne a profilképem. Így. Még csücsörítenék is rá. Jézusom, csak le a kalappal, hogy bírjátok. És a célom ezzel az, kedves férfitársaim, nem az, hogy teljesen elássuk magunkat, és hogy keresztbe tegyek nektek. Nem az a célom, hanem az, hogy sokkal több önbizalommal teli boldog nő legyen, aki jól érzi magát a bőrében, és ezáltal gyönyörű legyen, ragyogjon, és igazán vonzó legyen. Tehát, ha igazán jó nő akarsz lenni, akkor gyere el november 26-án az előadásomra, és találkozzunk, mert hát én úgy érzem, közös a célunk. Hajrá, sziasztok!